Önök a Pannon Televízió híradóját látják, Vig Gabriella vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Ritka, különleges és drága. Először árultak szarvasgombát a pécsi vásárcsarnokban. Védjük a bőrünket a napsugárzás ellen. Nyári jó tanácsok a szakembertől. Tömegsír feltárása. Megkezdték a 4-es számú tömegsír feltárását a Mohácsi Nemzeti Emlékhelyen. A város falai. Először látható Magyarországon az egyedülálló kiállítás. Első alkalommal kínáltak eladásra szarvasgombát az új pécsi vásárcsarnokban. Az árusok maguk gyűjtötték ezt a különleges fajt az erdőben, amit speciálisan kiképzett kutyáikkal keresnek. Az igazi luxus terméknek számító szarvasgombát sokan megnézték a gombárusítóknak fenntartott részen. Szarvasgomba a pécsi vásárcsarnokban a pulton. Ez az első eset, hogy ilyen ritka és drága terméket kínálnak ebben a létesítményben. Az árusok nem akartak szerepelni, de azt elmondták, ez a nyári szarvasgomba. Az ára 50 ezer forint kilónként. Kisebb darabokra vágva kínálták, így néhány grammos kiszerelésben néhány ezer forintért hozzá lehetett jutni. Most jelentek meg először ilyen termékkel. A gomba gyakori, csak hát nem találjuk meg, mivel a föld alatt található, tehát kutyákkal keresik, és mindenféle engedély, külön engedélyek kellenek, de a hölgynek minden engedélye megvan, és ezért engedélyeztük ma árusítani. Azért ilyen drága, mert ritkán találnak érett szarvasgombát, mondja a szakértő. Sokszor előfordul, hogy kertekből is hoznak, tehát erdőszéli kertekből, ásás folyamán, kijön a szarvasgomba. Nagyon sokszor úgy jön ki, úgy találják meg, hogy még nincs megérve. Most annyi, hogy a kutyákkal, amit találnak, az meg van érve, mert a kutya a szag alapján találja meg, de ha nincs megérve a szarvasgomba, akkor nincsen illata, tehát nincsen aromája. Ez olyan, mint egy zöld baraszt lenne a fán, tehát értéktelen még. Különleges aromája teszi értékessé, és nem is szabad hőkezelni a szarvasgombát. Kész ételre tesznek néhány szeletet, mint egy fűszert, úgy használják a konyhában. Gyűjtésüket szigorúbban szabályozzák, mint a többi gombafaj esetében. Az erdészeti törvényben úgy van, hogy magánszemély 2 kilót gyűjthet naponta saját használatra, az árusoknak külön engedély kell, vagy az erdészettől, vagy magánerdő tulajdonosoktól kell engedély, és ők hozhatnak nagyobb mennyiséget. A szarvasgombához külön tanfolyamot kell elvégezni, és külön gyűjtési naplót kell vezetni, tehát ott még egy kicsit bonyolultabb. Ezt a videót az árusok készítették, akik Helesfáról érkeztek. Ők maguk kiképzett kutyáikkal keresik az erdőben a szarvasgombát. A gyűjtés mellett vannak, akik megpróbálják ültetvényen termeszteni ezt a fajtát. Magyaróvesszők gyökérzetét fertőzik meg, úgymond ezzel a gombával, és így ültetik el. Azonban a termőre fordulásig 7-8 év is eltelhet, így jelentős költsége van ezeknek az ültetvényeknek. Figyelni kell a napi UV-indexet és megtenni a szükséges védőintézkedéseket a tűző napsütésben, mondta stábunknak a bőrgyógyász. A klinikai igazgató kiemelte, a szakmai ajánlások szerint nem javasolt a napozás a szolárium használata. Ha a bőrrel változást veszünk észre magunkon, akkor napokon belül keressünk fel egy szakorvost. Erős napsütés, magas UV-sugárzás, ilyen idő jellemző ezekben a napokban. Bőrünk védelméről mindenképpen gondoskodnunk kell nyáron, mondja a szakember. Ezért kell figyelni például az UV-index alakulását. Ha az UV-index 3-as vagy annál erősebb, akkor mindenképpen oda kell figyelni azt, hogy védjük a testfelszínünket ruhával akár, alkalmazzunk fényvédő krémeket, használjunk sapkát, napszemüveget is, és lehetőség szerint keressük az árnyékot. 10 és délután 4 óra között ne tartózkodjunk a tűző napon. Ha ezt mégis meg kell tennünk például a munkánk miatt, akkor a fényvédelmi eszközöket mindenképpen alkalmazzuk, mondja a doktornő. A bőrgyógyászok szerint a strandolási szokásainkat is át kell alakítani. Ma már bőrgyógyászati szempontból egyáltalán nem ajánlott az, hogy kifeküdjünk a napra a barna bőr érdekébe, úgyhogy ezt lehetőség szerint ezt
ne csináljuk, és ugyanígy szolárium használat sem javasolt. Ha mégis sikerült leégni, akkor azt kezeljük. Mindenképpen valami nyugtató kenőcsöt, vagy habot például tudnám ajánlani, a pantenol tartalmú készítményeket, hogyha súlyosabb a napégés, akkor pedig a steroid tartalmú különböző lokális készítmények alkalmazhatóak. Akkor, hogyha már vannak szisztémás tünetek is, ugye ilyen egy hőguta jellegű, vagy napszúrás, ugye ki kell emelni, ugye, hogy megfelelő folyadékbevitel, valamint a hűs szobának a keresése, az nagyon fontos. A szakember kiemelte, hogy nem elég csak egyszer bekenni magunkat fényvédőkrémmel. A bőrünk védelmében ezt meg kell ismételni. 2-3 óránként kenjünk újra, tehát ha valaki reggel 8 órakor bekeni magát, vagy a bőrét, akkor ugye az délben már nem fog hatni, tehát ugye akkor már leéghet. Tehát mindenképpen többszörösen alkalmazzuk ezt, megfelelő mennyiséget használjunk, ez szintén nagyon fontos. Kenjük be az olyan testtájunkat, mint például a fül, a nyak, például kézfejeket szintén kenjük be, úgyhogy még erre fölhívnám a figyelmet mindenképpen. Dr. Lengyel Zsuzsanna kiemelte, ha valaki elváltozást vesz észre a bőrén, az anyajegye aszimmetrikus, megváltozik a széle, mérete vagy éppen a színe, akkor mindenképpen keressen fel bőrgyógyászt, lehetőleg 1-2 héten belül. Magyarországon évente mintegy 2500-3000 új melanómás, vagyis bőrrákos esetet diagnosztizálnak az orvosok. Rövid híreink következnek. Részben beismerte bűnösségét a pécsi rendőrből lett bankrabló, és a pénteki előkészítő ülésen tárgyalást kérte a kaposvári törvényszéktől. Vitatta a zsákmányolt összeg nagyságát, de azt nem tagadta, hogy illetéktelenül belépett a rendőrségi számítógépes rendszerbe, hogy kövesse az ellene folyó nyomozást. A szerencsejáték függősége vitte rossz útra az 52 éves pécsi rendőrzászlóst, adósságokba verte magát, emiatt nem látott más kiutat, mint a bűnöző. Állítja az ellene készített vádirat. A pécsi Komlói úti bankfiókban kétszer járt, először 2019. novemberében, majd 2020. májusában, aztán egy budapesti bankot is kirabolt 2021. augusztusában. Az OTP arra figyelmeztette ügyfeleit, hogy adathalász csalók az átutalásokra automatikusan beállított napi limit megemelésére, illetve a számlájukon található összeg elutalására próbálják rávenni őket, tájékoztatta a pénzintézet az MTI-t. A közleményben kiemelték, az ügyfelek védelmében a bank május 8-ától automatikusan 1 millió forintos napi limitet állított be minden az OTP internet és mobilbankból indított átutalásra, amit csak a bankfiókban személyesen vagy a mobilbanki alkalmazásban lehet megváltoztatni. Felhívták a figyelmet arra, hogy az elmúlt időszakban a csalók gyanús tranzakciókra hivatkozva arra kérik az ügyfeleket, hogy ezt a limitet változtassák meg, és pénzüket utalják biztonságos számlára. Közölték, hogy a bank ilyen kéréssel sosem fordult az ügyfelekhez, és ezekben az esetekben azonnal meg kell szakítani a hívást és tájékoztatni a pénzintézetet. A tájékoztatás szerint a csalók egy másik módszerrel is próbálkoznak. Megpróbálják rávenni az ügyfeleket telefonon, SMS-ben vagy e-mailen, hogy új eszközt regisztráljanak mobilbanki alkalmazásukhoz. A bank arra kérte ügyfeleit, kiemelt figyelmet fordítsanak arra, hogy milyen eszközök regisztrálását engedélyezik a mobilbanki alkalmazáshoz. Megkezdték a 4-es számú tömegsír feltárását a Mohácsi Nemzeti Emlékhelyen. Az 5 tömegsír közül a 3. számú feltárását és vizsgálatát az antropológusok és régészek még 2022 őszén befejezték. Idén júniusban a 4. számú tömegsír feltárásával folytatják a tudományos munkát. Stábunkkal a helyszínen jártunk. Jelenleg a 4-es számú tömegsír feltárását végzik a régészek a Mohácsi Nemzeti Emlékhelyen. Az ország különböző pontjairól érkeztek ide szakemberek a feltárási munkákhoz. A Szegedi Tudományegyetem antropológiai tanszéke 2020 ősze óta részese a Mohácsi tömegsír feltárási munkálatoknak. A feladat részben antropológiai kötődésű, tudtuk meg Párfi Györgytől, az ásatás antropológus vezetőjétől. Anatómiai rendezetlenségben, teljes káoszban
találjuk a csontvázak nagy részét összekeveredve a gödörben. Őket megfelelő antropológiai, anatómiai ismeretek birtokában szét kell tudni válogatni, egyénekre kell tudni azonosítani, ami nem egyszerű feladat, sokszor itt nem is végzünk vele, hanem a későbbi laboratóriumi vizsgálatok során kerül erre sor, de igyekszünk itt a maximális információt összegyűjteni és regisztrálni a csontvázakról, nemüket, életkorukat, betegségeiket, sérüléseiket, amiket csak meg tudunk állapítani itt a helyszínen, följegyezzük, dokumentáljuk, hogy aztán a laboratóriumi vizsgálatok során ezek ne vesszenek el, és kiegészítésre kerülhessenek. Viszonylag könnyű helyzetben voltak a Janus Pannonius Múzeum régészei, ugyanis 1976-ban ezt a tömegsírt már feltárták. Pontosan lehetett tudni, hol, mire kell számítani, mondta Györfi Villám Zsombor, a múzeum régésze. Az első lépcső az, hogy a felső földréteget eltávolítjuk, ez történik még a viszonylag nagyobb szerszámokkal, esetleg gépjárővel, és amikor elértük a vázszintet, a vázaknak a rétegét, akkor váltunk át a nagyon finom szerszámokra és finom eszközökre. Most éppen ez a folyamat zajlik. Illetve azért 1976-hoz képest egy hatalmas változás a dokumentálásnak a módja. Ugye itt lehet látni mögöttünk mérőállomást, illetve azt is, hogy számítógépen dolgoznak a kollégák. A dokumentálás az elsősorban fotó 3D alapú, tehát nincsenek már meg minden esetben azok a hagyományos papíralapú rajzok, amiket még abban az időben használtak. Nem csak csontok kerülnek elő ilyenkor, hanem egyéb tárgyi emlékek is. Olyan fémtárgyak, amelyek nem bomlottak le a közel 500 év alatt, tette hozzá a régész. Az emlékhely a Dunadráva Nemzeti Park igazgatósághoz tartozik. Az őrszolgálat vezetője elmondta, mivel a terület kezelése az ő hatáskörükbe tartozik, ezért a Janus Pannonius Múzeum régészeivel, illetve a Szegedi Tudományegyetem antropológusaival megegyeztek, hogy ezeket a munkálatokat ők végezzék. Jelenleg a 4-es számú tömegsírnak a feltárása folyik. A teljesen ki van nyitva a sír, ezt lehet is látni, és hát a végső eredmény, vagy végső célunk az, hogy a 2026-os 500. évfordulóra ezek az emberek, akik itt a csatában próbáltak helytállni a betörő ellenséggel szemben, megkapják azt a végtisztességet, amit megérdemelnek. Ha ránézünk a sírra, lehet látni, hogy ez mindenféle kegyeletet nélkülöző módon temették el őket, és ezt szeretném mi megadni nekik 2026-ban. A másik cél az, hogy a felszínre hozott egyéb leletek és kutatási eredmények alapján a nemzeti kegyeleti szempontoknak megfelelően egy új kiállítást kívánnak létrehozni, melyet 2026-ban bemutathatnának az ide látogatóknak, tette hozzá az őrszolgálat vezetője. Annak ellenére, hogy komoly munka folyik a helyszínen, a Mohácsi Nemzeti Emlékhely továbbra is fogad látogatókat. Az ott dolgozó régész szakemberek tájékoztatást adnak a munkálatokról. Magyarországon először láthatjuk Jacques Villuglé a 2021-ben elhunyt poppárt előfutárának és a street art hírnökének munkásságát. Villuglé volt az első művész, aki az utca nyelvét bevitte a múzeumba. Az egyedülálló kiállítás a Város falain címet kapta, és a Zsolnai Kulturális Negyedben az M21 galériában nyílt meg csütörtökön. A francia művész 3 éve hunyt el. A kiállítás kurátora Thierry Raspail, a Jacques Villuglé örökség tiszteletbeli főkurátora, a Lyoni Kortárs Művészeti Múzeum és Biennale létrehozója, valamint Fekete Vali műkritikus esztéta, a Zsök vizuális művészeti vezetője nyitotta meg. Nagy öröm számunkra, hogy megnyithatjuk Jacques Villuglé első magyarországi kiállítását, ami Pécsen került ebben a formában először megrendezésre. A kiállítás különlegessége nem csak az, hogy először rendeznek Jacques Villuglé kiállítást Magyarországon, az M21 galériában, hanem az is, hogy még soha nem volt olyan kiállítás a Jacques Villuglének, ami az egész mű minden egyes részéből felvonultat különböző elemeket. Jacques Villuglé. A Város falain című kiállítás egy kivételes, több mint 140 alkotásból álló együttest vonultat fel, amely 1947 és 2021 között készült. A tárlat a Jacques Villuglé munkásságának minden aspektusát bemutatja. Villuglé volt az első művész, aki az utca nyelvét bevitte a múzeumba. Bizonyos értelemben ő volt a névtelen emberek által létrehozott városi költészet első szószólója. Sok street art művész számára ő egyszer
egyszerre előfutár és viszonyítási pont. A kiállítás a művész munkásságának minden aspektusát bemutatja. Közvetlenül az utcáról származó tépet plakátok, a falakon talált graffitikből, filmekből, matricákból, kriptográfiákból, kódolt üzenetként megfogalmazott rajzok, ragasztásokból származó ABC-k. Jacques Villeglé 1949-ben készítette első szakadt plakátját, 1950-ben az első filmjét, 1969-ben pedig az első szociálpolitikai grafikáját. Ezeket vászonra, palatáblára vagy háromdimenziós szoborban, majd pedig közvetlenül a falakra készítette óriási sablonok segítségével. A tárlat szeptember 22-ig megtekinthető Pécsen a Zsolnai Kulturális Negyed M21 galériában. A kiállításról bővebben a Pannon Televízió Pécsi Kör című műsorában értesülhetnek nézőink. Rövid hírekkel folytatjuk a híradót. Nyári menetrendet vezet be a pécsi helyi közösségi közlekedésben a Tükebusz ZRT, amely június 22-én szombattól kezdődik, és tervezetten a nyári szünet végéig, szeptember 1-jéig vasárnapig marad érvényben. A nyári menetrend kialakításánál fontos szempont volt a járatok kihasználtsága, a megváltozott utazási igények figyelembevétele, a napi munkába történő el- és hazajutás kiszolgálása, valamint az is, hogy az átszállás mentén utazások száma ne csökkenjen, csak a járat követési idők változzanak. A részletes menetrendek és a menetrendkönyv elérhető a www.tukebusz.hu menetrendi oldalon, valamint a megállóhelyi információs táblákon. Az elmúlt napokra jellemző kánikula miatt továbbra is fennáll az erdőtüzek kockázata, ezért a hatóságok Bács-Kiskun és Csongrád-Csanád mellett szombattól Baranya-Békés, Hajdú-Bihar és Jász-Nagykun-Szolnok vármegyékre is tűzgyújtási tilalmat rendelnek el, közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. Az elkövetkező időszakban az előrejelzések alapján nagyon magas napi átlaghőmérsékletre és napsütéses óraszámokra lehet számítani. A lokálisan kissé szeles időjárás pedig tovább szárítja a felszíni és korona biomasszát. A Nébih arra kéri a lakosságot, hogy a cigarettacsikkeket ne dobják ki a gépkocsiból, mert azok az út mentén található növényzetet felgyújthatják. A tűzgyújtási tilalom idején a külterületi ingatlanokon fekvő erdőkben és fásításokban, valamint azok 200 méteres körzetében sem engedélyezett a tűzgyújtás. A korlátozás ideje alatt ugyancsak tilos tüzet gyújtani a kijelölt, kiépített erdei tűzrakó helyeken. A régió híreivel folytatjuk. A június 9-én megválasztott szekszárdi helyi önkormányzati képviselők továbbá nemzetiségi önkormányzatok tagjai számára adták át megbízó leveleiket a polgármesteri hivatalban. A helyi képviselőtestületbe 11 politikus delegálnak a kormánypártok, hármat az EN Szekszárd Egyesület, egyet a Mi Hazánk Mozgalom. Átvették megbízó levelüket az októbertől kezdődő következő önkormányzati ciklusra Szekszárd megválasztott képviselői. Berlinger Attila, a Fidesz-KDNP győztes polgármester jelöltje azonban már korábban megkezdi a munkát, hiszen a vármegyeszékhelynek eddig nem volt polgármestere. Június 27-én vár ránk az a közgyűlés, amelyen a polgármesteri eskümet leteszem, és azt követően várhatóan július első napjaitól tudom polgármesteri tevékenységemet már itt a hivatalban folytatni. Ez tényleg egy speciális helyzet, hiszen Szekszárd most jelenleg az egyetlen település Magyarországon, melynek nem volt polgármestere, és itt most egy korábbi időpontban, már a napokban az új polgármester megkezdheti azt a munkát, amely október 1-jétől az új képviselőtestület tagjaival fogja majd igazából a következő évek arculatát, programját, terveit, elképzeléseit meghatározni. A megválasztott polgármester úgy fogalmazott, hatalmas sikert arattak, ami azonban nagy felelősséggel jár. Ez a nap, ahogy ugye kezdtem mondandómat, még az örömé, de holnapi naptól most már kifejthetjük, elmondhatjuk, hogy tényleg egy olyan munka vár ránk, mely remélhetőleg Szekszárdot egy nagyon szép jövő elé fogja állítani. A jelenlegi képviselők személye és összetétele garancia arra, hogy egy békés, együttműködő következő éveket tervezünk,
és itt, ahogy a nemzetiségi önkormányzatok vezetőivel, tagjaival is, már is egy jó hangulatú eszmecserét folytattunk. Én azt gondolom, kiváló emberek kerültek be valamennyi olyan testületbe, amely Szekszárd életében a következő években fontos szerepet fog játszani. Berlinger Attila megköszönte valamennyi szekszárdinak, hogy elment szavazni. Koller Tamás a kormánypártok színeiben a 2. számú egyéni választókerület jelöltjeként jutott be a testületbe. Először is köszönöm a bizalmat a választóknak, köszönöm a bizalmat és a felkérés polgármester úrnak, hogy felkért, hogy a csapata része legyek, és nagy várakozással nézek a jövő elé, és bízom benne, hogy egy sikeres munkát tudunk végezni, így, hogy mind a 10 választókerületben tudtunk nyerni, így egy egységes képet tudunk megmutatni, azt gondolom, majd a közgyűlésbe is magunkról, és ki tudunk állni közösen a városért. Janó Attiláné a 7. számú egyéni választókerület megválasztott képviselője. Háláját fejezte ki a szekszárdi választók bizalmáért. A lakókörnyezetéért jelenleg is aktívan dolgozik, meghallgatja a helyiek kéréseit. A zöld területeknek a rendbetétele az rendszeresen érkezik hozzám, meg akik ugye ismernek, azok tudják, hogy milyen módon érnek el és jelzik, hogyha például valahol magasabb a fű, vagy csatornafedelet kell helyretetetni, vagy most például a külterületeken egy mozgóbolt tervem van, illetve nem is mozgóbolt, hanem valamivel könnyebbíteni az ott lakók, idősebbek életét, akik nem tudnak beutazni a városba, de nekik is szükségük lenne ott helyben friss kenyérre akár, vagy tejre, ami ugye a mindennapi élethez szükséges. Az ünnepélyes alkalmon a szekszárdi roma és német nemzetiségi önkormányzat megválasztott képviselői is megkapták megbízó leveleiket. A Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése idén 95. alkalommal rendezte meg a kortárs magyar irodalom legnagyobb eseményét, az ünnepi könyvhetet. Kaposváron a Takács Gyula könyvtárban is könyvbemutatókkal, író-olvasó találkozókkal készültek. Az a kéz, mint a karmai lennének, fekete, tiszta fekete a bőre, még a körmök is azok, a vér csapdába esett ott, ahol a kötél belevágott a húsba, hogy aztán fölhúzzák a testét. A közel 100 évre visszatekintő könyvhét céljai az évszázad alatt nem változtak. A kortárs magyar irodalom népszerűsítése ma is a fő célja a háromnapos rendezvénysorozatnak. Azt vettük észre, hogy vidéken már nem szívesen települnek ki a könyvesboltok, hiszen itt városunkban is már csak néhány könyvesbolt van, nincs arra kapacitásuk, hogy itt áruljanak. Aki szeretne könyvet, az bemegy a boltba, és bejön hozzánk ki kölcsönözni is. Úgyhogy úgy gondoltuk, hogy inkább kortárs írókat hívunk, akikre kíváncsi a közönség, látjuk a kölcsönzéseinkből, hogy kik népszerűbbek. A könyvhét egyik vendége Szlavicsek Judit, kaposvári gyökerekkel rendelkező krimiíró, aki többek között pályája indulásáról is beszélt a közönségnek. Ez egy ilyen masszív, komoly életközépi válságból indult, amit szerintem nagyon sokan, vagy hát elég sokan megélünk. Amikor úgy átgondoltam, hogy mindaz, amit eddig így elértem az életben, az körülbelül látom, hogy hova fog kifutni, és hogy ez kb. Már nem annyira érdekel. Ezek ilyen nagy felismerések, most az ember egy csomó mindent átgondol, és aztán nálam egy ilyen nagyon erős váltás volt, egy nagyon hirtelen váltás volt, és úgy gondoltam, hogy akkor most mindennek vége, amit eddig csináltam, és ezt teljesen tudatosan csináltam, és aztán 4 éve kezdtem el komolyabban foglalkozni csak az írással, és annyira szerencsésen jöttek ki a dolgok, hogy ebben nagyon hamar első könyv lett, és aztán utána kiadót váltottam, úgyhogy én igazából már a második könyv óta a Libri kiadónál vagyok, ami szakmailag is egy nagyon nagy, hát presztízs is, meg nagyon jó szakmai műhely, tehát nagyon-nagyon sok teret ad nekem, úgyhogy, és már az 5. könyvemen dolgozom, úgyhogy igazából ilyen nagyon beindulós ez a történet most. Az olvasás informált, szórakoztat, tájékozottabbá és kreatívabbá tesz. Mégis egyre kevesebben vesznek könyvet a kezükbe. Erre hívta fel a figyelmet a 95. ünnepi könyvhét a Takács Gyula könyvtárban. Harmadik alkalommal rendeztek Hőgyészen üzletember találkozót. Az esemény a Nemzetgazdasági Minisztérium által támogatott projekt keretében valósult meg.
Hornok Jenő, a Tolna vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozásfejlesztési vezetője elmondta, azért hozták létre a rendezvényt, hogy bemutassák a térség vállalkozásainak, milyen marketing lehetőségek állnak rendelkezésre. Megteremtsük azokat a feltételeket, ami a adott esetben egy partneri kapcsolat kialakulásához szükséges, és azt gondoltuk egyébként, hogy ezt kicsit megfűszerezzük egy kis elméleti tudással, de gyakorlatorientált tudással, és ugye az értékesítés, online marketing, hogyan adjuk el magunkat, témaköröket boncolgatjuk, és gyakorlatilag ugye így kapcsolódik az üzleti találkozóhoz, ugye ez az elméleti háttér. A visszajelzések alapján van igény a további programok megtartására. Továbbra is az a célunk, hogy kicsit előmozdítsuk a vállalkozások közti kapcsolatépítést, együttműködések kialakulását, létrejöttét, és ebben szeretne a kamara partnerként közreműködni. Az előadások témája többek közt az online marketing bemutatása, illetve a piacvezetés. A mai előadás az gyakorlatilag az értékesítési lehetőségekhez kapcsolódik. Olyan megoldásokat próbálunk felvillantani a vállalkozások számára, amik minimális költséggel járnak, ugyanakkal nagy haszonnal kecsegtetnek. Az elmúlt időszakban számos vállalkozói fórum tájékoztató előadás valósult meg. A programsorozatok célja a vállalatok közötti kapcsolatépítés, együttműködések, valamint a partneri összeköttetés elősegítése. Híradónk végén Baranyai témáink még egyszer röviden. Ritka, különleges és drága. Először árultak szarvasgombát a pécsi vásárcsarnokban. Védjük a bőrünket a napsugárzás ellen. Nyári jó tanácsok a szakembertől. Tömegsír feltárása. Megkezdték a 4-es számú tömegsír feltárását a Mohácsi Nemzeti Emlékhelyen. A város falain. Először látható Magyarországon az egyedülálló kiállítás. Szombaton egy hidegfront érkezik élénk erős északi-északnyugati széllel. Erőteljesebb lesz a gomoly felhőképződés, és több tájegységünkön is kialakulhatnak záporok, zivatarok. Vasárnap a napos időszakokat többfelé zavarhatják gomoly felhők, de már csak helyenként alakulhatnak ki futó záporok, zivatarok. Élénk a Dunántúlon és északkeleten erős lesz az északi-északkeleti szél. Mindenhol megszűnik a kibírhatatlan hőség, de még így is 26 és 32 fok között alakul a csúcshőmérséklet. Friss hírekkel legközelebb hétfőn este jelentkezünk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!